képviselő urat illeti a szó parancsolja. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr. Örülök, hogy a Káslernapot folytathatom, és annak is örülök, hogy miniszter úr itt maradt. És ígérem, hogy konstruktív leszek ebben a kérdés felvetésben, amely előttünk áll. Ugyanis sok kérdés van az oktatással kapcsolatosan, én ez ügyben érdeklődnék. Mint ahogy az mindenki számára köztudott, március 16-a óta zárva vannak a magyar közoktatási intézmények, digitális tanrend lépett életbe, és attól, hogy ez működik, ez a digitális tanrend, az elsősorban nem önökön múlott, miniszter úr, sokkal inkább a pedagógusokon és a szülőkön. A szülők ugye egyik pillanatról a másikra lettek kényszerpedagógussá, míg a pedagógusok pedig egyik pillanatról a másikra kellett, hogy IT-gurukká váljanak, és fölvegyék a tempót a digitális tanrend megvalósítása érdekében. Az ön minisztérium ellenben bénakacsaként mozgott ebben az egész kérdésben, holott 2016 óta kormánybiztos felügyeli ezt a területet, Cunyiné dr. Bertalan Judit személyében. Kérem, világosítson meg bennünket az ügyben, hogy mi volt az ő feladata, hogyan segítette a kormánybiztos a digitális munkarendet az elmúlt időszakban. Ugyanakkor egy másik kérdést is szeretnék fölvetni, amely egy kiszivárgott rendelettervezettel kapcsolatos. Ennek alapján két nagyon fontos, strukturálisan érzékeny kérdést szeretnék önnek tisztázásvéget föltenni. Önök megszüntetni kívánják ez alapján, a rendelettervezet alapján az alsó és a felső tagozat közötti szakaszolást. Milyen szakmai indokai vannak ennek, miniszter úr, kérném a válaszban. Önök megszüntetni kívánják azt a táblázatot is, amely végzettséghez kötné, vagy illetve köti a pedagógus álláshelyek betöltését. Vajon e mögött milyen szakmai indítékok lapulnak, erre is nagyon kíváncsiak vagyunk, hiszen azt gondolhatnánk, hogy az áll a háttérben, hogy önök nem tudták kellően vonzóvá tenni ezt a kiváló hivatást a pedagógus életpálya modellel, és hiányoznak a tanárok az egész rendszerből. Méghozzá azt is esetleg megmutatja a miniszter úr, hogy mennyien hiányoznak. És talán így szeretnék pótolni megfelelő végzettség nélküli munkavállalókkal az égető tanár hiány. Köszönöm szépen, várom a válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr. Köszönöm szépen a képviselő úr kérdését. Annyit tudok mondani, hogy a magyar oktatási rendszer péntekről hétfőre átállt a digitális oktatásra, ami úgy gondolom, hogy rendkívüli siker. Nyilvánvalóan a pedagógusok felkészültsége, lelkesedése, szaktudása játszott ebbe a főszerepet. Nem engedtek a sziré hangoknak, hogy vegyenek ki szabadságot, hanem helytálltak és a gyermekek oktatására fordították az idejüket. Ugyancsak ebbe a sorba illik bele az érettségének a lebonyolítása, amely ugyancsak, én úgy gondolom, hogy a magyar oktatási rendszer vizsgája volt extrém viszonyok között, és a vizsga jelesre sikerült. Ahhoz, hogy ezt meg lehetett csinálni, az szükség volt a szellemi felkészültség mellett azokra a technikai eszközökre is, amivel rendelkeztek a magyar családok, rendelkeztek az iskolák, rendelkeztek a pedagógusok, és rendelkeztek a diákok is. Ennek az összehangolásában nyilvánvalóan a köznevelési államtitkárság, oktatási hivatal döntő részt vállalt. Az pedig, hogy a miniszteri biztos ebben a munkában hogy vett részt, én úgy gondolom, hogy koordinálóként, elképzelések kidolgozójaként az oktatás, köznevelés további fejlesztése érdekében. Itt van nálam, nagyon szívesen eljuttatom képviselő úrhoz, hogy milyen feltételek vannak, nincs rá idő, 3 másodperccel van, de eljuttatom őhöz, utána lehet nézni, az előbb felsorolt intézmények portáján meg tetszik találni. Köszönöm. Miniszter úr, egy perces viszontválaszra
Csányi Tamás képviselő úr, a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen a választ is, miniszter úr, de én úgy emlékszem, hogy március 13-án reggel a Kossuth Rádióban voltak olyan szirén hangok is, amelyek azt bukták a pedagógusok fülébe, hogy nem fognak kapni fizetést, amennyiben nem lesz majd oktatás, és bezárják az iskolákat. A kormánybiztossal kapcsolatos, hát azt mondom, hogy ilyen mikrofon közeli mondatokat elfogadom, bár én nem tudom ezek után sem eldönteni, hogy Cunyiné dr. Bertalan Judit milyen feladatot látott el 2016 óta, hogyan állította át az iskola rendszerünket a digitális képzés nehézségeire. Ugyanakkor azt viszont nagyon látom, amit az előző kérdésemben is megtettem, hogy a táblázattal kapcsolatban és a képesítés nélküli pedagógusokkal, illetve munkavállalókkal kapcsolatban a közoktatással összefüggésben ön nem adott egyértelmű választ. Vannak-e ilyen szirén hangok, hogyha már így az odüsszeiai magasságokba emelkedünk? Vannak-e ilyen szirén hangok, hogy igen, lehetővé fogják önök tenni majd a képesítés nélküli pedagógusok, illetve munkavállalók pedagógiai oktatását? Ez egy nagyon fontos kérdés, kérem szépen, hogy válaszoljon rá. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszont válaszra Kásler Miklós miniszter úré a szó, parancsoljon. Még egy lényeges kérdés az első részből, hogy a pedagógusoknak a száma elegendő-e vagy se. Én úgy gondolom, hivatkozva sok közzétett statisztikára, hogy a csökkenő tanulói létszám mellett jelentős pedagógus hiány Magyarországon nincs. Ez az első megjegyzésem. A tetszett említeni, hogy március 13-án sziré hangok hallatszottak, ez nem tenor volt, nem én nyilatkoztam. Nem tudom, hogy kitette ezeket a megjegyzéseket. A miniszteri biztosnak nem volt a feladata, hogy átállítsa a köznevelés és az oktatást. Tessék elolvasni a kinevezési okmányán, a kinevezési okmányán pontosan meg van jelölve. Miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim, Simicskó István képviselő úr, a KDNP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az innovációért és technológiáért felelős miniszternek, hogyan érinti a helyközi közösségi közlekedést a korlátozások feloldása címmel. Miniszter úr távoléte miatt válaszadásról Csonda Tamás államtitkár urat jelölte ki. Képviselő jelzi felém, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Úgyhogy Simicskó István képviselő úré az országgyűlés. Mások, amelyek szükségszerűek voltak és indokoltak voltak, és az...